Szerbusztok, kedves gyerekek! Ma ismét matematika órát fogok nektek tartani. A mai témánk a többjegyű számok osztása kétjegyű számmal, amit már tegnap elkezdtünk tanulni, ma újabb feladatokon fogom bemutatni nektek, hogy hogyan végezzük ezt el. De legelőször is kérném szépen, hogy mindenki vegye elő a füzetét, nyissa ki a tegnapi házi feladatnál, ugyanis ezt fogjuk leellenőrizni. Tehát két házi feladatot adtam, egy kis időt adok rá, hogy mindannyian le tudjátok ellenőrizni, hogy ugyanígy számoltatok-e. Tehát a 4292-t, ha elosztottuk 29-el, ebben az esetben 30-ra kerekítettünk a könnyítés miatt, és ha elosztottuk, az eredmény 148 kellett, hogy legyen. Szorzással tudtuk ellenőrizni. 148-szor 29 az 4292. Remélem, hogy a legtöbben ti is ennyit kaptatok. És nézzük a második házi feladatot. A 9514-et el kellett osztani 67 felé. Itt a 67-et 70-re kerekítettük, hogy könnyebb legyen az osztást. Az eredmény pedig, amit kapnunk kellett, az 142 volt. Tehát ismételjük csak át, hogyan is számolunk kétjegyű osztóval. Először is megnézzük, hogy az első két számba megvan-e az osztó. Amennyiben igen, akkor csak ezt a két számot húzzuk alá, elosszuk a könnyítéssel bemutatott módon, utána visszaszorzunk, amikor visszaszoroztunk, elvesszük, levesszük a következő számot, az egyest, elosszuk a soron következő számot, szintén alkalmazni tudjuk a könnyítéseket, és leírjuk, hogy megvan ez esetben 4-szer. 4-szer 67, visszaszoroztunk, megvan 268-szor, aláhúzzuk, elvesszük, és végül lehozzuk a négyest is. 134-ben a 67, megvan 2-szer, mert 2-szer 67 a 134. Aláhúztuk, elvettük, és maradt nulla. A számításunkat ismét szorzással tudtuk ellenőrizni. És akkor most térjünk rá a mai feladatokra. Másoljátok át a következő feladatot. Én pedig megpróbálom elindítani a kis videónkat. Most egy olyan feladatot mutatok be nektek, ahol már 6-jegyű számot kell osztanunk 2-jegyű számmal, tehát ez egy kicsit hosszabb művelet lesz. Rögtön az elején végezzük el a könnyítést, a 49-et kikerekítjük 50-re, hiszen ahhoz a 10-eshez van legközelebb. Megnézzük az első két számot, hogy osztató-e. Aláhúzással jelöljük, 61-ben a 49 megvan, ezt fejből tudjuk, hogy egyszer.
Egyszer 49, az 49. Ezt még fejből ki tudjuk számolni mindannyian. Így van? Aláhúzzuk, elvesszük. Az egyből nem tudunk elvenni 9-et, ezért váltunk. 11-ből elveszünk 9-et, az 2. A 6-osból már 1-et fölváltottunk, 5-ből 4-et, az 1. Levesszük a következő számot, ez esetben ez a 7-es. Lecsúsztatjuk, leírjuk a 2-es mellé, és most 127-et kell osztani 49 felé. Ez már nehezebb, de segít nekünk a tegnap tanult könnyítés. Letakarjuk a hátsó számot, a 7-est is, meg a 0-át is. És most 12-t osztunk 5-tel, ezt mindenki ki tudja számolni, 12-ben az 5, megvan 2-szer. Visszaszorzunk, 2-szer 9, most már az eredeti osztóval, az 18, és leírtuk a maradék 1-est, 2-szer 4 az 8, meg a maradék 1 az 9. Ismét aláhúzzuk, elvesszük, a 7-ből nem tudok elvenni 8-at, ismét váltanom kell. 17-ből elveszek 8-at, az 9. A váltás miatt most már csak 1 maradt, de 11-ből elveszünk 9-et, az 2. Haladunk tovább, levesszük a következő számot, a 8-ast. ...298-at osztanunk kellene 49-el, mi rögtön könnyítünk, letakarjuk a 8-ast és a 0-át, és így a 29-et osszuk 5 felé. 29-ben az 5, megvan, na hányszor? Igazság szerint csak 5-ször, de én mégis megpróbálom, hogy meg lesz-e ez a szám 6-szor, mivel nem egész 50-nál, csak 49-el kell osztanom. Szorozzuk meg, 6-szor 9, 54, leírtuk a 4-est, maradt az 5, és 6-szor 4, 24, meg 5, az 29. Láthatjuk, hogy a 298-nál a 294 csak egy kicsit kevesebb, tehát valóban megvan ebben a számban az osztó a 49 6-szor. Vegyük is el, 8-ból 4-et az 4, 9-ből 9-et az 0, 2-ből 2-t az 0, de ezt a szám elején nem jelöljük. Levesszük a következő számot, a 4-est. 44-et kell osztanunk, és ezt piros színnel jelöltem nektek, ugyanis a 44-et nem lehet elosztani 49 felé. Azt mondjuk, hogy nincs meg benne. Mi a teendő ebben az esetben? Matematikai nyelven ilyenkor azt mondjuk, hogy 44-ben a 49 megvan 0-szor. És ebben az esetben viszont a szám közepén nagyon fontos, hogy odaírjuk a 0-át. 0-val nem szorzunk vissza, ugye, hanem levesszük a következő számot, az utolsót, ez az 1-es.
lecsúsztatjuk. És most a 441-et osztjuk 49-el, illetve a szokásos módon letakarjuk a hátsó számokat, könnyítünk, és a 44-et osszuk el 5 felé. Ugyanez a helyzet, mint az előtt volt. 44-ben az 5 csak 8-szor van meg, de mi azért egy kicsit kisebb számmal osztunk, úgyhogy én megpróbálom, hogy megvan egy 9-szer. Visszaszorzunk, 9-szer 9, 81, leírtuk az 1-est, maradt a 8, és 9-szer 4, az 36, meg 8, az 44. Ismét aláhúzzuk, elvesszük. És mivel a két szám teljesen azonos, így ránézésre láthatjuk, hogy a maradék nulla lesz. Remélem, sikerült leírnotok. Igyekeztem lassabban magyarázni. És következik a puding próbája, az ellenőrzés, a szokásos módon a kapott hányadost megszorozzuk az eredeti osztóval, a szokásos módon először az egyesekkel kezdjük a szorzást, utána a tízesekkel, csúsztatva, balra csúsztatva aláírjuk, és a végén a kapott szorzatokat összeadjuk. Ha jól számoltunk, akkor ez az összeg meg kell, hogy egyezzen az eredeti osztunkkal. Egy picit fönt hagyjuk még a képet, hogyha valakinek nem sikerült leírnia, akkor az befejezhesse. Aki pedig már leírta, az egy kicsit keljen föl, mozogjon, mozgassa meg a kezeit, nyújtózkodjon egyet, mert mostanában nagyon sokat ülünk, így van? És akkor most egy különleges feladatot hoztam nektek. Láthatjátok, hogy egy szám kivételével mindegyik nulla. Hogyan osszuk el ezeket a számokat? Pontosan úgy, mint az eddigieket. Tehát 90 ezret kell elosztanom 72 felé. Írjátok fel a feladatot. És indítom a videót. Amikor a 90 ezret el akarjuk osztani, tanácsos megint a tanult könnyítésekhez folyamodni. Először is kikerekítjük az osztót a hozzá legközelebb álló tízesre, ebben az esetben 70-re, és megnézzük, hogy az első két számba még van-e az osztó. El lehet-e osztani a 90-et 72 felé? Természetesen. Tehát aláhúzzuk és elosztjuk. 90-ben a 70 megvan egyszer, ehhez könnyítés sem kell, ugye? Visszaszorozzuk, egyszer 70 az 70. Aláhúzzuk és elvesszük. Nullából nem lehet elvenni kettőt, váltunk. 10-ből 2-t az 8,
és a váltás miatt most már csak 8-unk maradt, 8-ból 7 az 1. Leveszem a következő számot a szokásos módon, ami ebben az esetben a 0. Leírom a 8-as mellé, és most 180-at kell elosztani 72-vel. Ha valaki nagyon ügyes, és fejből ki tudja számolni, az jó, de ha nem, akkor most is letakarhatjuk a hátsó két számot, és ebben az esetben a 18-at kell elosztani 7-tel. 18-ban a 7 megvan kétszer, és visszaszorzunk, kétszer 2 az 4, és kétszer 7 az 14. Aláhúzzuk, elvesszük. A nullából nem bírunk elvenni 4-et, váltunk, 10-ből 4-et az 6. A váltás miatt már csak 7 van, 7-ből 4-et az 3, és 1-ből 1-et az 0, de ezt nem írjuk. Levesszük a következő nullánkat, és most már 360-at kell elosztanunk 72 felé. Na, ez fejből már nekem sem menne, úgyhogy könnyítsünk. Takarjuk le a hátsó számokat, és a 36-ot osszuk el 7-tel. 36-ban a 7 megvan 5-ször. Próbáljunk visszaszorozni. 5-ször 2 az 10, leírtam a nullát és maradt 1. 5-ször 7 az 35, meg 1 az 36. Aláhúzom, elveszem. A maradék 0. Ne felejtjük el, hogy van még egy számunk, még egy nullánk. Ezt is lecsúsztatjuk. Nullában a 72 megvan 0-szor. Ne felejtsük el odaírni, mert nagyon nem mindegy, hogy például 125 dinár zseppénzt kapsz, vagy 1250-et. Ugye, hogy nem mindegy? Ismét szorzással ellenőrizzük, hogy helyesen számoltunk-e, mégpedig oly módon, hogy a kapott eredményt, a hányadost megszorozzuk azzal a számmal, amivel osztottunk. Tehát a 72-vel először is megszorozzuk az egyesekkel, utána a tízesekkel, és végül összeadjuk. Láthatjátok, hogyha jól számolunk, akkor a két szám megegyezik. Hagyom egy kicsit, hogy le tudjátok írni. Remélem mindenkinek sikerült. És akkor foglaljuk össze megint a mai órán tanultakat, gyakoroltakat. Az írásbeli osztást előről kezdjük, könnyítünk a kétjegyű számmal való osztásnál, tehát először kikerekítjük a hozzá legközelebb álló tízesre, illetve a hátsó számokat, az egyeseket letakarjuk, figyelmen kívül hagyjuk. Nagyon fontos,
hogy a maradék, tehát amit elveszünk a szorzás után, az mindig kisebb kell, hogy legyen annál a számnál, amivel osztunk. Tehát ha 63-mal osztottam, akkor nem szabad, hogy 65 maradjon például, mert akkor az azt jelenti, hogy még tovább bírtam volna osztani. Amennyiben az adott szám nem osztható az osztóval, vagyis nem tudjuk elosztani, ebben az esetben azt mondjuk, hogy nullaszor van meg, és kötelezően föltüntetjük a hányadosnál, az eredménynél, és a számolás helyességét ismét szorzással ellenőrizzük. És akkor következik a mai házi feladat. Számíts ki a hányadost, a kapott eredményt szorzással is ellenőrizd. Diktálom a számot, amit osztani kell, nektek csak ezt kell leírnotok. 5170-et osztjuk 22-vel, egyenlő, és a 799.976-ot osztjuk 38-al. Tehát mondom még egyszer, 799.976 osztva 38-al. Megköszönöm a figyelmeteket, mára ennyi volt, találkozunk a következő órán. Szerbusztok!